ide, asszony nélkül vissza nem jövök. Isten engem úgy segélye. Adjon Isten jó napot, Uram! A következő falut keresem, merre indulok? Na tudjam, majd a fejed tetejéről körülnézek, csak nem akarom ki, jó? Jaj, nagyon fegyelmezett, ne csinálja. Na, mondom, hogy nem akarom. Hát, igazam van arra látom füstölni a reményeket. Mondja kérem, vannak itt a faluban eladó leány? Egy szállásan mindenke szépen lehetne. Jaj, hát akkor menjünk tovább, viszontlátásra! Jó napot kívánok, uram! Jó napot! Aztán mondja, itt vannak eladó leány a faluban? Jaj, és az övé mindjárt van ez. Jaj, és akkor? Engedje meg, hogy ide közelebb jöjjön egy kicsit. Mondja kérem, lenne a feleség? Hát, aztán oldalra tudnám, hogy én könnyedem fogom. Viszontlátásra kisebb vagyok. Jaj, nagyon Isten volna volt. Mondja kérem, hogy nem jött a feleségük? Nem. Elkezdtem. Ó, és kérem. Nagyon szép. Egyenlődjön síkmezőkön keresztül, Árkombokron át egészen addig, amíg egy híthoz nem érkezett. Gondolkodjon, egészen addig, míg egy híthoz nem érkezett. Pedig hozzá ment valami. Megállj, te legyen! Hova ez a nagy rohanás? Még a végén oda jutsz, ahova nem akarsz. Ha csak nem egy ronda, nagy, vörösképű asszonyról álmodtál, akinek szalva is van. Mert ez az ördög hívja. Ha át akarsz kelni, hát csak rajta, de úgy tedd, hogy a csizmát kérje meg ne nyikorgassa, mert különben ott hagyod a fogadat. Jaj, öregapám, mire ez a nagy bűnnek hó? Még ha csizmám volna, nem mondom. De nincs nekem egyebben, mint a két csupasz tartam, azon meg csak elporoszkálok úgy, ahogy eddig jöttem. Hát, eddig 99-en vesztek el, csak azért, mert nagy hetvén lábmással, és nem szép, csöndesen mentek rajta keresztül. Ott veszett egyszer egy egész násztét is, lovastól, szekerestől, vőlegényestől, menyasszonyostól, csak azért, mert vágtában nyargaltak ezen a hídon át. Gondolj meg a legény. És a legény meggondoltam, ő bizony sok mindent kockára tenne egy lányért, de az életét, azt azért mégsem.